kincses város. Így ismert ma Kolozsvár a magyar nyelvterületen, ám ezt a becses jelzőt alig ha érdemelte volna ki a város, ha 1443. február 23-án nem ebben a városban, Méfi Jakab szőlősgazda házában születik meg Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet kisebbik fia Mátyás. A 11. századtól hagyományosan február 24-én ünnepelték Szent Mátyás apostol napját, így emiatt kapta a 13. apostol nevét Magyarország majdani királya, a magyar reneszánsz mecénása, Kolozsvár legnevesebb szülötte. Ám amit ma minden kisiskolás megtanul az iskolában Mátyás születésnapjáról és szülőházáról, sokáig nem volt ennyire egyértelmű, és még ma sem ismert minden részlet. Voltak idők, amikor azt sem tudták, melyik évben, vagy melyik napon született Mátyás király. Mátyás király kolozsvári születésének körülményeiről és az egésznek a koncepcióját jelentős mértékben befolyásolta Hertei Gáspárnak a krónikája. Hogy ebből fakad az az általánosan elfogadott nézet, miszerint Szilágyi Erzsébet átutazóban volt Kolozsváron, amikor szinte véletlenszerűen úgy alakultak az események, hogy itt szülte meg Mátyás királyt, és szintén ebben a krónikában szerepel az is, miszerint Mátyás király 1440. március 27-én született volna, és ezt el is fogadta a 19. századi történeti tudomány minden további nélkül. Ezen a helyzeten az változtatott, hogy a 20. század elén előkerült Mátyás királynak a horoszkópja. Ez a horoszkóp lényegében már Mátyás király uralkodása korában készült, egy lengyel csillagász készítette, Ilkus Márton, és a horoszkóp pedig arról tanúskodik, hogy Mátyás király 1443. február 23-án született, sőt egészen pontosan meghatározza a születés pillanatát, ez 15 óra, 7 perc és nem tudom mennyi másodperc. Hunyadi Jánosnak a karrierje is jobban beilleszkedik ebbe a koncepcióba. Tehát ő akkor már erdélyi vajda volt, jó viszonyban Kolozsvárral, mert nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy Mátyás király miért született Kolozsváron, miért nem született Vajdahunyadon. Ez a vár épülőfélben volt, abban a periódusban Hunyadi János volt az, aki kezdeményezte egyáltalán ennek a kiépítését. Ez egy hatalmas nagy építőtelep, megszámított abban a periódusban, tehát ott a család nem lakott, de a későbbiekben sem igazán lakott a Hunyadi család, vagy a Hunyad várában. Ők előszeretettel kedvelték Temesvárt, Gyula várát, ez akkoriban úgy szintén Hunyadi János tulajdonát képezte, úgyhogy ez volt a fő tartózkodási helye a családnak, nem annyira Vajdahunyad. Család hosszú időre rendezkedett itt be tulajdonképpen, hiszen más forrásokból is tudjuk azt, hogy Mátyást itt keresztelték meg a Szent Mihály plébánia templomban, sőt itt kezdett el tanulni, írni, olvasni. Akkoriban a városban két iskola működött, az egyik a plébánia templom mellett, a másik pedig a Domonkos kolostorban, de ezt nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy most melyik iskolából származott az a tanár, aki éppen a kis Mátyással alkalomattán foglalkozott. A másik kérdés, ami rendszerint felszokott merülni, hogy melyik szobában született. Erre természetesen nem adhatunk pontos választ, minekután nem tudjuk, hogyan nézett ki a ház a 15. század közepén. Ami a hagyományt illeti, a 19. században úgy tekintették, hogy ez egy emeleti szoba. Ráadásul a városnak a monográfusa, Jakab Elek beszámol arról, hogy az egyik szobában még egy kőből kifaragott bölcső is volt ennek tiszteletére, ami mindenképpen arra utal, hogy a 19. század elején ez a bölcső még ott állt a szobában, tehát hogy ez egy minimum egy 18. századi kultuszra, helyi Mátyás kultuszra utal. Amikor Kos Károly megkutatta a házat és foglalkozott a házzal, ő egy földszinti hátsó szobát mutatott rá és próbálta felhívni rá a figyelmet, viszont az újabb kutatások bebizonyították, hogy ez a barokk építkezésekhez tartozik, tehát biztos, hogy nem abban született Mátyás király, illetve a mostani turista kalauzók
a kapuajból egy balra nyíró szobát jelölnek meg, miszerint ott született volna. Azonban azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy amennyiben ez egy emeletes épület volt, akkor a lakosztályok az emeleten voltak. Ellentétben a születés dátumával tehát a nagykirály szülőháza úgy tűnik, mindvégig megmaradt a kolozsváriak köztudatában. Mégis a házról magáról elég keveset tudunk, hosszú, több mint fél évezredes története ellenére. Az első középkori fázis, amit körül tudunk írni, meg tudunk határozni, az már a 15. század vége, tehát a Mátyás korszak legvége, azt követő periódus, és akkor viszont már egy igen tiszteletre méltó polgárházként körvonalazódik. De figyelembe kell venni, hogy akkor a ház tulajdonosai már különféle kiváltságokkal rendelkeztek, megfelelő jövedelemmel rendelkeztek, hogy egy decens polgárházat tudjanak kialakítani. Erről a késő középkori házról el tudjuk mondani először is azt, hogy emeletes volt, ugye ez azért nagyon fontos egy középkori polgárház szempontjából. Valamivel kisebb volt azért, mint a mostani épület, tehát a mostani épület az különféle későbbi fázisokban hozzáadott szárnyak révén alakult ki, 8-9 szobával rendelkezett. Tehát egyértelmű, hogy itt az óvárban és úgy összességében a városban a nagyobb polgárházak közé tartozott. Építészeti szempontból, ami még figyelemre méltó, ezzel a házzal kapcsolatban éppen a háta mögött látható az a kettős árkád ív, amely bizonyára valamilyen reprezentatív emeleti teremnek a részét képezte, két szobát kapcsolt össze. Kétségtelenül a városnak egyik igen fontos épülete lehetett a maga nemében. Építkeztek rajta a 16. században is, megőrződött néhány reneszánsz ajtókeret, meg ablakkeret az épület homlokzatán különösképpen, ami egyértelműen tanúskodik a reneszánsz építkezésekről. Sőt, megőrződött egy évszámos ajtókeret is, 1578-as évszám volt rajta. Sajnos az 1940-es években, amikor restaurálták az épületet, nem tudjuk mi okból elmozdították ezt az ajtókeretet, és nem is őrződött meg, csak a rajzát ismerjük. Ez a reneszánszkori építkezés különben elég jelentős volt, valószínűleg egy szomszédos épületnek is a ház felé eső szárnyát ekkor csatolták el, és csatolták ehhez a házhoz. Másfelől pedig, tehát ez azt jelentette, hogy az épületet nyugati és ugyanakkor keleti irányba is bővítették, tehát jelentős mértékben megnőtt a felülete a háznak. A 18. században megváltozott a háznak a tulajdonosa, lényegében a város, az önkormányzat vette meg az épületet, és akkor ismét építkezésekre került sor. Egészen konkrétan egy katonai kórházat rendeztek itt be, ugye az osztrák hadsereg megjelent a városban, Erdélyt integrálták a Habsburg birodalomba, megváltoztak a körülmények, és a katonai kórház kialakítása alkalmával bővítették a házat az udvar irányába, tehát a hátsó részét, az északi részét. És lényegében ezzel a nagyobb építkezéssel, erre az 1780-as években kerül sor, ezzel a nagyobb bővítéssel nyerte el a ház, mondhatni a mai alakját. És onnantól kezdve a 19. századig folyton használták az épületet, az épület állaga meglehetősen megromlott. Az első metszeteken éppen ez a
romlott állapotú épület látható. Sokszor kis katona áll éppen a bejárat mellett, ami utal arra, hogy katonai használatban volt az épület, és ezzel párhuzamosan pedig a 19. században kezdett megerősödni ugye, a nemzeti identitás építésével párhuzamosan a hunyadi kultusz is, úgyhogy előbb-utóbb Kolozsváron is felmerült annak a lehetősége, hogy helyreállítsák ezt az épületet, és egy emléktáblával is ellássák. Egészen konkrétan tudjuk ezt, melyik eseményhez kapcsolódik ez a problémafelvetés, ugyanis két évvel az osztrák-magyar monarchia létrejötte után, 1869-ben a Magyar Történelmi Társulat Kolozsváron tartotta a gyűlését, és a Történelmi Társulat tárgyalásai során merült fel ennek a gondolata, hogy helyreállítani kellene az épületet. Ferenc József császár, amikor meglátogatta a várost 1887-ben, körbe kísérték a városban, és többek között Mátyás királynak a szülőházát is megmutatták neki, és akkor rosszalúan jegyezte meg, hogy milyen dolog az, hogy nincs helyreállítva az épület, és még egy emléktáblával se jelölték meg, úgyhogy ő rendelkezett úgy, hogy támogatja ennek az emléktáblának az elhelyezését. Hogyha ennek az emléktáblának a szövegét egy neves kolozsvári történész, Szabó Károly fogalmazta meg, a városnak az építésze Pákely Lajos tervezte, de Zala György volt az, aki megmintázta, és egy budapesti öntödében öntötték bronzba. Hátra volt még az épületnek a helyreállítása, és ez elhúzódott egészen 1899-ig, amikor is a Műemlékek Országos Bizottsága együttműködésével Gyalus László, egy budapesti építész, főiskolai tanár volt az, aki viszonylag gyorsan, még ugyanabban az évben helyreállította az épületet. Nem igazán tetszett senkinek az épület, ahogy kinézett abban a formájában, hiszen egy átlagos polgárház külsejét kölcsönözte a szülőháznak, úgyhogy a kolozsváriak minél hamarabb igyekeztek megszabadulni ettől a formától. Felmerült természetesen ugye, az a kérdés is, hogy mi legyen az épületnek a sorsa. Több kulturális intézmény szerette volna, Kolozsvár intézmény szerette volna megszerezni, az Erdély Múzeum Egyesület, az Erdély Kárpát Egyesület, az Erdély Közművelődési Egyesület. Végül is a Kárpát Egyesület kapta meg az épületet. 1902-től kezdve akkor néprajzi múzeumként működött Mátyás király szülőháza, illetve a szülőházban ugyanakkor még berendeztek egy Mátyás termet is, kimondottan Mátyás király tiszteletére. Tudjuk például, hogy itt helyezték el azt a makettet, amely a Mátyás király szoborcsoport alapját képezte. Az avató ünnepségre ugyanazon a napon kerül sor, amikor leleplezték Mátyás királynak a szobrát. Tehát ez a szobor leleplezése az délelőtt történt, és utána délben pedig átvonult a tömeg ide a házhoz, és akkor felavatták a múzeumot. Néprajzi múzeumaként működött ez az épület, még a két világháború között is. Két világháború között egy pregnánsan magyar intézmény volt ez, ami nem igazán tetszett a román hatóságoknak, úgyhogy több kísérlet történt arra vonatkozóan, hogy a magyar emléktáblát eltávolítsák az épületről,
hogy megszüntessék a Néprajzi Múzeumot, és akkor ez végül azzal állt összefüggésben, hogy a 30-as években létrehozták az új nagy Néprajzi Múzeumot, és akkor végül is felszámolták az ebben az épületben működő korábbi néprajzi múzeumot és gyűjteményt, és ez a gyűjtemény bekerült a nagy múzeum gyűjteményébe. Úgyhogy amikor Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, akkor üresen állt az épület, de ez volt az a pillanat, amikor Kós Károly restaurálta az épületet 1941-42-ben, egy puritánabb, középkori jelleget kölcsönzött az épületnek, és lényegében ma is így látjuk. Mátyás király mindvégig hálás maradt Kolozsvár iránt. Szülőházának tulajdonosai kiváltságot kaptak, az ő támogatására indult el a mai Farkas utcai templom építése, a városnak pedig ugyancsak számos kiváltságlevéllel kedveskedett. Uralkodását követően lendült fel Erdélyben is a reneszánsz művészete, melynek számos kisebb-nagyobb eleme ma is látható Kolozsváron. Ha nem is közvetlenül, de ezeket a művészeti értékeket is Mátyás király örökségeként értelmezhetjük. Kolozsváron 1490 óta számos nagypolgári ház épült reneszánsz stílusban. Ezek díszes ajtókeretei ma már csak rejtett udvarokban egy-egy vendéglő dekorációjaként hirdetik a reneszánsz város dicsőségét. A nagykirály 2018-ban születésének 575. és trónra lépésének 560. évében is üzen és értéket hordoz minden generációnak. A gyerekek számára az igazságos királyként él a mesékben, a felnőttek számára pedig etalonja a reálpolitikusnak, a kultúra mecénásának és egy régmúlt kor dicsőségének.